Sziasztok, köszöntök mindenkit! Ennek a napnak is eljött az ideje, nem húznám sokáig az időt, hanem már is elmondanám, hogy miről van szó. Amit 2016 júliusától kezdve, amióta komolyan foglalkozok a vlogolással, elkövettem itt ezen a YouTube csatornán, meg a korábbin, az nem volt más, csak egy kitalált karakter, egy poén, egy fikció. Ez nem én voltam, nem önmagamat adtam, nem az én magánéletemről beszéltem, hanem egyszerűen ez csak egy kitáció volt, egy poén. Önmagamnak az intenzív túljátszása. Jól érezték egyesek, valóban erről volt szó. Ezt ünnepélyesen szeptember 5-én szeretném most bejelenteni, mert ez így előre betervezetten volt, hogy 2018. szeptember 5-ig fogom ezt csinálni. És hát ennek a napnak is eljött az ideje, gyerekek. Ez tényleg nem volt más, mint egyfajta színészkedés. 90%-ban azt hozzátenném, tehát nagyon kevés olyan videóm volt, amelyben tényleg úgy komolyan gondoltam a dolgokat, és nem vicceltem. Volt néhány, azokat nyilvánosban is hagyom egyébként, de nagyon kevés volt. 90%-a a vlogolásomnak egyfajta kitalált karakterről szólt. Ezért szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól, akik ezt komolyan vették, és a szívükre vették, és túl komolyan vették. Semmi ilyesmiről nincs szó, ne aggódjanak, ahol meghökkentek azzal, hogy ki ez az ember, vagy hogy létezhet, vagy ez hogy működhet. Azokat szeretném megnyugtatni, hogy ez nem én vagyok. Ez nem én vagyok, nincs, ez csak egy kitalált karakter volt, tehát egy poén. És higgyétek el, én is olyan nagyon jót röhögtem magamon, mint ti, csak én a háttérben, én nem veletek, hanem én a háttérben. Remélem értitek, hogy miről van szó, és ettől a naptól kezdve új életet kezdek, most már önmagamat fogom valóban megmutatni. És azokat a videókat nyilvánosban hagyom, amit komolyan gondoltam. Hát úgy komolyan gondoltam, hogy úgy gondoltam, tehát nem egy kitaláció volt, egy kitalált karakternek a gondolatai. Hozzáteszem azt is, hogy az én kitalált karakterem azért valamelyest illik is rám a valós személyiségemhez, olyan szempontból, hogy hogy például én is romantikus vagyok. De nem ilyen durván és szélsőségesen, mint az én kitalált karakteremben ezt láttad. Vagy például nyilván én is a nőkhöz vonzódom, mert heteroszexuális vagyok, ezzel sincs semmi gond. De ez egyfajta túljátszott karakter volt, egy túljátszott szerep, amit én csináltam. Ezt egyesek jól érezték, tehát míg mások azt hitték, hogy komolyan beszélek, mondom elnézést, hogyha ezt valaki komolyan vette. Ez csak egy ártatlan poén volt. Nem tudom, hogy jó vicc volt-e, vagy rossz vicc, de az biztos, hogy csak egy vicc volt. Tehát aki így érezte, az jól érezte. Bocsánat, csak... És innentől kezdve, tehát most már a önmagamat fogom reprezentálni ezen a csatornán. Tehát most már engem fogtok megismerni, úgymond. Hozzátenném azt is, hogy persze önmagamnak is van egy olyan éne, ami kicsit komikus, tehát a valós énemnek is van egy olyan része, ami ilyen kicsit komikusabb, de az teljesen más. Hát az a sajnálatos, hogy nem ismeritek azt, hogy nem ismertetek engem általános iskolásként, hanem azóta ismertek engem, amióta egyetemistaként van ez a kitalált karakterem, mert akkor tudnátok, hogy nagyjából milyen vagyok. Szóval ennyit szerettem volna, nem húznám az időt, a lényeg megvolt, tehát 90%-a a videóimnak egy kitalált karakter volt, és az a 10% pedig, ami nem, azt nyilvánosban is hagyom, de abban is volt talán egy komikus elem. A lényege az, hogy a 90%-a, ami egy kitalált karakter volt, az privátban lesz, és így van akkor meghatározva, így kezdek új életet egyrészt, és így van akkor ez meghatározva,
hogy ami nem látható már nyilvánosan a csatornámon, az csak egy kitaláció volt, egy vicc. Az többé nem látható tőlem. Annak vége. Az csak egy szerep volt. És ami pedig látható, azt ugyan komolyan gondoltam, abban is lehet egy-két olyan elem, ami hát komikusabb, meg túljátszás, mert személyiségemnek, a valós személyiségemnek is része ez, de nem ilyen mértékben. Azt a hasonlatot alkalmaznám, hogy a valós személyiségemben is van egy csipet sónyi, a nagy egészhez van egy 1%-nyi csipet sónyi egészséges hülyeség, hülyéskedés, fiatalság, bolondság, stb. De nyilván nem ilyen túltolt mértékben, hogy nem csak egy csipet sót teszek a palacsintába, hanem teletömött két marék sót teszek a palacsintába, és elsózom a palacsintát. Nagyon. Tehát ez a különbség. Tehát a kitalált karakteremben nyilván ezt láttad, hogy nagyon durván túlsózom a palacsintát. A valóság ez nem ez, a valóság csak egy csipetnyi só. Ezt azt gondolom elég sok, hát többen is érezték, hogy lehet visszaolvasni kommenteket, hogy többen is mondták, hogy nem tudják elképzelni, hogy én ilyen vagyok. Valóban nem. Hát megtörtént a nagy bejelentés, és innentől kezdve a valós személyiségemről, gondolataimról lesznek videók, és a kitalált karakterem már a múlté. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, szép napot, sziasztok!